Újabb 2 hét telt el, ergo újabb patch jött a játékhoz, és az a helyzet, hogy ez most nem hozott végtelen számú, most már tényleg nem hozott végtelen számú titkot magával. Három új achievement, egy új arcana, egy karakter és 2 fegyver, ebből a 2 fegyverből egy plusz az evolve-ja. Gyakorlatilag ennyi jött a 0.11.0-as patch-el. Nagyon-nagyon sokan azt hitték, hogy a 0.9 után jön az 1.0. Nem, még mindig hoz a fejlesztő contentet a játékhoz, még mindig nem jelent meg, de már bőven túltolt a roadmap alapján feltüntetett célokat. Tehát, hogy szétnyomja contenttel ezt a játékot még early access, még az early access állapotában, elképesztő. Elképesztő. Spoileres részek következnek, srácok. Az új karakter a Queen Sigma. Őt úgy lehet állokkolni, hogyha minden megvan nektek a kollekcióból, tehát minden, kivéve az ő fegyverei, akkor állokkolódik a Sigma nevű karakter, aki nagyon jó alapstatokkal rendelkezik, és mint észrevehetitek, több mint 100 rerollja van, és ez nem azért van, mert hogy végtelen számú aranytojás szedett fel, hanem ő kap plusz 100 rerollt, skippet és banished is. Az ő kezdő fegyvere egy ilyen Victory Sword nevet visel, majd erre is kitérünk, hogy ez pontosan milyen. Ő egy olyan karakter egyébként, aki nem tud aranytojásokat gyűjteni, és sem úgy, hogy vesz, sem úgy, hogy öl és akkor kapja. Az ő különleges képessége úgy mond, hogy a tojások helyett, hogy candy boxot tud venni az árustól. Az árkánál közül nem random választhat, hanem így az összes közül kiválaszthatja, hogy ő melyiket szeretné használni. Az árkánákat nem úgy kapja, hogy a 11. percnél és a 21. percnél le kell győzni egy bosst, és akkor az ő lootját felveszed, és akkor abba lesz az árkána, hanem kap level 2-nél, 3-nál, 77-nél és 108-nál. Ezt lehet erről tudni egyébként, erről a karakterről. Ezek itt egyébként le vannak írva, hogyha valakit érdekel. Aztán igen, új fegyver, a Victory Sword. A legközelebbi ellenségre csap le, illetve van ilyen retallációs sebzése, amit én azt hittem, hogy fegyvereknek nincs, de mint kiderült az új Arcanánál, vannak visszasebző fegyverek is. Azt hittem, hogy ilyet csak az armor tud, mármint a passzív armor tud. Ez meglepett. Ez a fegyver 12 szintű, tehát az eddigi level 8 helyett most már 12 szintű fegyver is van, ezzel a Victory Sword-dal. Ő így néz ki, ilyen komba attakjai vannak. És level 8-nál megváltozik, most már majd level 8-nál megváltozik, és akkor ilyen sugarakat is fog majd kilövelni. Ilyeneket tud majd level 8-nál ez a kard. Ez a fegyver a Torona boxsal, a Cursed Itemmel fejlődik, ami ugye nagyon-nagyon jó statokat ad level 7-ig, viszont level 8-nál ad egy 100%-os curse-t, és úgy lehet csak kimaxolni, úgy lehet evolve-olni a Victory Sword-ot a Soul Solution-nél, hogyha felhúzod mindkettőt maxra. Tehát a Victory Sword is 12-es kell, hogy legyen, illetve a Torona box is maxos, azaz 8-as kell, hogy legyen. Oké, 6 rá erre a Victory Sword-ra 2 arcana és a Slash, illetve a Divine Bloodline. A Divine Bloodline ugye az új arcana, a Slash pedig most így hirtelen fejből nem tudom, hogy mit tud. Ezt a kardot másoknak úgy tudod állokolni, hogyha 100 000 ellenséget megölsz Sigmával, ugye az új karakterrel. És akkor utána meg lehet venni. Mert hogy ki lehet választani a candy box-szal, ott lesz, hogy a Victory Sword. Igen. A Soul Solution pedig egy olyan evolve, ez egy
nagyon különleges Evolve, ugyanis ilyenkor, ha ezt megcsinálod, hogy a Victory Swordot és a Torona Boxot Evolve-olod, akkor a Victory Sword nem alakul át úgy, ahogy az eddigi fegyverek átalakultak az Evolve-olt változatukra, hanem itt kapsz egy plusz passzív helyet a fegyverek fölött, és ott lesz az Evolve-ja. Ez az Evolve azt tudja, hogy folyamatosan minden egyes öléssel egyre erősebb lesz, és 20 másodpercenként ilyen örvényt csinál egyébként a pályán. Elég király ez a Soul Solution, legalábbis így a koncepciója alapján. Igen, minél több ellenséget ölsz meg, annál erősebb lesz, igen, ezt már mondtam. Szóval ilyen az új Victory Sword, a Sigmának a fegyvere, illetve az ahhoz tartozó evolúció, a Victory Swordnak az evolúciója, a Soul Solution. Új Arcana is jött, a Divine Bloodline, a 9-es, őt úgy lehet feloldani, hogyha a Clerici-vel megcsináljátok a level 99-et, és akkor ez azt csinálja, hogy hatással lesz az armor, a sebzésünkre, illetve a visszasebzésünkre. Ugye hat a Crossra, a Bibliára, a Garlicra, a Santa Waterre, a Lightning Ringre, a Song of Manára, a Vento Sacróra, ugye erre az új fegyverre, a Victory Swordra, és hát, hogy a Hollow Heart az így hogy van itt, azt annyira nem vágom, de gyanítom, hogy a max HP miatt, mert hogy ez a zárkán azt csinálja, hogy a karakter hiányzó HP alapján bónusz sebzést kapunk. Illetve a legyőzött ellenségek ezzel a visszasebző támadással plusz egy max HP-t adnak, tehát valószínűleg nagyon durván túl lehet tolni a maximum HP-nkat. Nerfelték azóta 0,5-re az 1-ra? Hát, ez elég erős volt egyébként, tehát, hogy ha már csak belegondolunk, hogy mennyi ellenséget ölünk meg egy kör alatt, nagyon durván túl lehetett tolni a max HP-t. Ja, szóval ezt tudja az új Arcana, és amit itt írtak, hogy vannak új spellek, hogy állokoljunk hát karaktereket, illetve árkánákat, vannak új csalások, vannak új spellek. A spellek ugye a csalások ebben a játékban, szóval vannak új csalások, és itt van a teljes kollekció, hogyha valakit érdekel. Bár a 124, a 124-ből az nekem egy kicsit fura, mert hogy, ha jól tudom, ez 132 kéne, hogy legyen. Bár lehet, hogy csak elnéztem. Szóval ennyi újdonság van a játékban, ezt hozta a 0.11, legalábbis az eddig felfedettek alapján. Tényleg csak 124 van? Hát valamiért én 132-re emlékeztem. Na mindegy. Ezek az újdonságok, srácok. És most megpróbáljuk megszerezni a 3 hiányzó achievementet, meg megpróbáljuk eltörni a rámt. 3 hiányzó achievement, ugye, hogy meglegyen a Clerici-vel a level 99, meglegyen a 100 000 enemy ölés egyetlen rán alatt a Queen Sigmával, illetve hogy teljesítsük a kollekciót. A kollekció teljesítése annyi lesz, hogy belépünk egy rámba majd ki, és akkor már meg is van. De amúgy valószínűleg nem ezt fogjuk csinálni, mert úgyis Clerici-vel kell egy level 99-es rám. Szia Party P, szia Léto, szia Ammert. Igen, igen, az új karakter az nagyon brutál. Na, hadd szóljon. Aha. Jó. Tehát akkor rámegyünk az új Arcanára, akkor meg lesz a 122, meg lesz az új karakter, és tehát gyakorlatilag egy ren alatt meg lesz a, mondjuk nem az összes achievement, de kettő achievement is.
Olyan korán kezdtél mai, hogy még lörkölni se volt idő még. Hát, ugye? Ugye, ugye? Clerici, ott van. Permanens plusz 0,5 HP. Persze, igen. Illetve max HP. Értem, és temporary area bónusszal kezd. Ez az amúgy elég vicces. Játszunk max weapon-nel? Játszunk amúgy egy max weapon-nel. Kíváncsi vagyok, hogy a Clerici az így hogy bírja. Clerici, Inlaid Library, Hyper, Zenemód, Limit Breaker. Kíváncsi leszek, mennyire fogod szeretni a level 99-et. Én egy fegyverrel toltam, az volt kihívás nekem tegnap tojás nélkül. Igen? Na mehet ez a zene. Library. Úgy. És akkor a beginning-el kezdünk, mert ez nagyon király, hogy a main fegyver és az evolúcia plusz 3 amountot kap. Ó, ez az. Na hát akkor már is mehet ugye az attraktorb. Az empty tombot azt majd később kéne vissza, majd hogy azt később kéne felvenni. Hát nem is tudom egyébként. Vagy vegyük fel most? Vegyük fel most. Tényleg kikapcsoltuk a damage számokat. Kellenek nektek srácok a damage számok? Szeretnétek most nézni? Spellbinder, az jöhet egyébként. Szeretnétek? Tönkre fogja majd tenni egy idő után a kép minőségét, a streamnek a minőségét, szóval ha nagyon kezd szemcsésedni, szóljatok nyugodtan. Nem tudom, egyébként benne azt mondják a srácok, így 22. percen is tök jól látható szokott lenni a stream, szóval annyira nem vészes a dolog. Én ugye prociról streamelek, nem úgy, mint a többiek, akik videókártyáról. És nálam nem szokott bitrét para lenni. Szép jó reggelt mindenkinek, skacok! Kíváncsi vagyok Limit Breaker-rel, milyen lesz a Santa Voltár. Aha, Candelabrador az kell. Szép jó reggelt, srácok. Kezd kevés lenni a 1660 Ti? És gondoltam, hogy a 1660-ból is van Ti. A traktorbot fejlesztjük innen, hogy távolabbról tudjuk begyűjteni az XP-t. Szép jó reggelt, sziasztok, sziasztok. Mi újság Farkasgővel? Szia Pepe. Na, nem is gondoltam, srácok, hogyha ilyen korán benyomom a streamet, ennyien itt lesztek. Pozitív csalódás. Duplikátor. Nem tudom, mennyire kell duplikátor. Az elején biztos jól jön. Jó. Reggel neked 4:30-kor kezdődik? Azta, az durva.
Már 7-kor nyitva van a bolt, Pepa. Nem backseatként, de limit breakernél mindegy az amount. Ah, tényleg, igazad van. Igazad van, Ben. Hogy ez felesleges volt a duplikátor. Hozhattunk volna mást is. Szép jó reggel, skaca. Na hát akkor az egy kis változatosság farkasgal. Fő tojás után egy kis rántotta. Megkaptuk az első bosszunkat, ahogy látom. Végvitted a Sense of Time-ot? Nice, Zakika. GG. Projectile Speed. Hát, mit tudom én, Projectile Speed. Gyere! Lehet amúgy ennél értelmesebb lett volna egy toróna. Meghalt a boss. Na, vegyük fel. Azt mondod, Ben, hogy tegnap sok mindent megtanultál, tehát sokszor próbálkoztad, hogy meglegyen a level 99 ezzel a karakterrel? Ez azt jelenti? Jó, még egy M-tipom. Elszoktál a tojás nélküleségtől? Ja, hát igen, aki összeszed 5000 tojásokat egy-egy karakterre, hát igen, azt elhiszem, hogy szokatlan. Szokatlan az alapjáték. Élmény. Én reggeliztem ilyen, virslis sajtos croissant. Nem az volt a reggeli. Nagyon jó, kezdenek darálódni az ellenségek. Egy 5. percnél kezd beindulni a daráló. Tök jó. Warrior Within-t fogod nyomni majd? Zakika, azt mondod? Az a következő ré... Az jön a Sense of Time után egyébként? Aha, attraktor. Nem vicceltem a korai kezdéssel? Mondtam gerépen, hogy itt bizony korai kezdések lesznek, és... mehetett volna még hamarabb is. Csak... A felkészülés elvitt egy csomó időt, meg kalácskáztam is. X-es, Londonba megyünk Adrinak a tesójához, és ott leszünk egy hetet. És megnézzünk mindent is. Ha van ötletetek egyébként, hogy mi az, amit érdemes ott megnézni, akkor nyugodtan mondjátok. Köszi, farkasgal. Én még sosem repültem, tehát ez lesz az első alkalom. De nem parázok tőle. Ja, azt a Harry Potteres helyet azt megnézzük. Meg a Star Wars-osat is. A Harry Potter eset biztosan, a Star Wars-osat meg, hát...
Ha trimulik, akkor azt is biztosan. Én már repültem mondjuk a munkahelyről, de én azt is számítom. Te se repültél még? Hát én még a... Tehát, hogy én nem nagyon voltam egyébként Magyarországon kívül. Tehát egyszer, ha számít az akteleki csepkő barlang miatt átmentünk a... átmentünk Magyarországról, meg voltunk ugye Bécs alatt Südnél, hogyha azt számít, de amúgy nem nagyon voltam Magyarországon kívül máshol. Azt szokták mondani, hogy fent biztos nem marad a repülő, attól nem kell félni. Én amúgy se félek, srácok, én nem vagyok az a... stresszelős. Ja. Hát igen, első külföld, amikor így egy nap többet töltök külföldön, igen. Lassan amúgy kezdődik a limit breakerés. Lassan, de biztosan. Szia, Free. Igen, Farkas Girl, London. London. Nagyon jó ez a muzsika, ami most szól. Tetszik. Másfél óra nagyjából az út, ahogy néztem, Farkas Girl. Beszélem a Londont? Hát, amennyire kell szerintem. Annyira biztos. Remélhetőleg. Azt is megnéztük, hogy kimegyünk, akkor a korlátlan netünk miatt nagyjából 20-25 giga internetünk lesz, szóval eltévedni sem fogunk. Készüljek a Switch-el a Raptérhez? Amúgy én annyira nem... Nem tervezek annyira játszani most ez alatt. Úgyis mindig játszom. Természettudományi múzeum is menő ott, Farkasgál. Azt mondod, te már jártál ott? Ez biztos? Adri utána járt tegnap, és van ilyenünk elvileg. Hát, elbizonytalanítottál, azért mondtam most, hogy elvileg. Mikor sose látsz játszani? Hát na. Tessék, srácok. Most már megvan a limit breakerés. Még a Switch-en se gondolkodtam egyébként, hogy viszem. Jaj. Még a 10. perces boss. Ebben már lesz evolúció. Nagyon jó. Na, már meg is jött, srácok. Megjött az evolúciója a Santa Waternek. Nem mersz elutazni, nehogy ne menjél haza? Kíváncsi vagyok, hogy ez a build hogy fogja megállni a helyét még 20 percig. Megjött egy árkanás.
Hát pont nem ő volt az árkanás. Fóna is mondta, én kb. 3 éve voltam Münchenben, állítólag a németek legdrágább városa, és bementem ott egy helyi szupermarketbe, és olcsóbbak voltak a dolgok, mint az itteni boltokban. Hát most kíváncsi leszek. Ugye ez a 18-as Arcana, ez meg lett változtatva, tehát hogy mínusz 25 és 25 között mozog az area folyamatosan. De minden egyes szinttel kapunk 1% areát, ez pedig szerintem nagyon jól áll a Santa Water-es buildben. A jettel szerint kiegészítő roaming net díjcsomagot kell vennem. Asszonyéknak szerintem ennek Angliába barátnőm esküvőjére a lányommal ölnék, ha elég lenne sima net, sokat spórolnak. Aha, mi telekomosak vagyunk. Nem tudom, hogy ott hogy van. De... hát bízom benne, hogy úgy van, ahogy Adri mondta, hogy kapunk 20 akárhány gigát. Lehet ott jobban kezelik? Hát ilyen témában szerintem nem nagyon szoktak eltérések lenni. Mármint én gondolom én. Szolgáltatóként. Ja, csak hogy a külföldet azt általában úgy használják itthon, hogy a külföld egyenlő Európa. Szóval, hát ja. Azt tudom egyébként, hogy EU-n belül biztosan van plusz netünk. Srácok, 12. perc. És még csak 44-es szintűek vagyunk. Szia, Flapier! Nagyon lassan mozoghatunk, mert csak úgy megy velünk a Santa Waternek az evolve-ja. Olyan lassú egyébként most a játék. Olyan lassan történnek a dolgok, de ez lehet, hogy csak a Santa Water miatt. Biztosítás az van, azt Adri már intézte egyébként. De nem emlékszem, hogy miért pontosan, de mondta, hogy milyen különbségek vannak. Tehát például a gépkésés esetén is van valami. Azt hiszem, azt mondta, hogy az Allianznak drágább csomagja volt, de rosszabb, mint a nem tudom mi. Valami ilyesmire emlék. Mert hajnal van? Lehet amúgy az élgerépa. Szép jó reggel, srácok. Na, 14. perc, azt így milyen tömeg jött. Hát innen kivesszük a pénzt, tehát hogy más nem tudunk kivenni. Sebzésünk nagyon nem változott. Az ott egy piros rúna. Ja, jól láttam, bár nem adott sok XP-t. Na, might-ot kaptunk. 1% might. Még 1% might. Olyan jó látni egyébként, hogy milyen távolról. Szerintem most már fölösleges amúgy a sebzés. Majd visszakapcsoljuk egy 10 perc múlva. Hát tehát 60-akat sebzünk. Kíváncsi leszek 10 perc múlva mennyit sebzünk. Ugye a limit break-árál. Amúgy valószínűleg azért nyugis a game, mert hogy nem azok az intenz muzsikák vannak. Medusza. Gyorsan kinyitjuk, kész.
Ja, meg nincsen cursed itemem. Igen, igen. Sőt, még a power up-okból sincs körzünk most. Így van, tehát hogy nullás körzzel nyomjuk. Hogy szippantja be, hogy morzsolódnak le az ellenségek. Nagyon jó, most megyünk jobbra. Éh, hát igen, állunk a pocsolyában, mert ugye más nagyon nem tudunk csinálni. Hú, ez jól néz ki. Mekkora lehet az area? Azt itt jelzi egyébként? Valószínűleg nem jelzi, mert ugye fegyver kapja az areát. Bár azért ment fel 1%-kal. Én maxossal nyomtam, Torona meg Scalomaniac. Az komoly benn. Na, még egy kis pénz. Még egy kis pénz. Might. Milyen jó animációja van amúgy a level up-nak, én ezt még eddig nem is láttam, vagy csak nem figyeltem. Egy kis szárny megjelenik, meg a level up felirat. Ja, szintenként kapunk 1%-ot, illetve kapunk a Limit Breaker miatt a fegyverünkre is erősítést. Tehát alapból area, ugye, az Arcana miatt 1%, meg a fegyverünk is, hogyha kap areát, akkor az még durvább. Hát szerintem egy 5 perc múlva hatalmas kékség lesz alattunk. Azért az az 5% arra az elég beteg. Kéne menni jobbra fölvenni a passzívokat. Durationt is kaptunk, tehát tovább marad lent most már a Santa Water. Plusz egy amount. Jó lenne amúgy látni azokat külön, hogy mennyi statot kapunk. Ez nem látszódik sehol mi. Nem. Ja, nincs meg, hogy hívják az Evolvolt Santa Water-t laborra, köszi. Csak ilyen nyugdíjas tempóba tudunk haladni, ugye? Hát előbb-utóbb odaérünk. Duration 100%. Na még 29 szint, srácok. Szerintem sima lesz. 10 perc alatt 29 szint, szerintem az sima. Azért elég jól haladunk. Azt hittem lassabbak leszünk. De itt lesz mindjárt a Stone Mask. Na
1% might. Az arra már 102%-nál jár. Guardian nem biztos, hogy tudunk majd ölni. Szerintetek meg fogjuk tudni ölni a Guardiant? Kockáztassunk? Lehet nem kéne kockáztatni. Ebbe azért elmegyünk arra fele. Hogy jöttek a koponyák? Gyorsan, hogy betámadjanak, az mindegyik elpusztult. Most is, milyen szépen ott hagyták. Szervusz, Qui-Gonzi. Csak akkor születtek nagyobb dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. Azt mondom. Ó, megöltek a 21 perces bosst is. Nem tudom, hogy itt melyiket kéne kivenni. Might, cooldown, minden egyes aktív weapon slotér, ami üres. Arra voltam kíváncsi, hogy ez hogy működik. Ez furán megy a Santa Voltárral, ez a cooldown csökkentés. Nem tudom, a Limit Breaker-rel egyáltalán megy ez az árka, most nem vagyok ebbe biztos. Az a aktív weapon slotér, hát nem tudom, logikusan, mivel hát a fene se tudja. Szerintem működnie kéne. Szia, Szemánsz! Az a baj, hogy addig nem spawnol új, amíg a régi fent van maximumban. Ja! Úgyhogy... ez nem tűnik olyan jó dealnek, ez az Arcana. Tudom, hogy nem Heroes osztál, de ez az ennél nagyon a Heroes 3-ra hajaz. Komolyan? Hát, szia az best, most nem fogunk menni olyan nagyon beteg ránokat, mint legutóbb, szóval nem fogtok epilepsziás rohamokat kapni, de azért készítsétek be a 112-t, hátha. Na, hát ide jöttünk a Guardianhoz. Szóval nagyjából 23-kor hívtuk be. Parancsolsz? VTF? Tehát, hogy így ezt gondoltátok volna? Az komoly. 10 másodpercig tartott a Guardian ölés. Nézzük már meg a sebzéseket. Ja, hogy most már 130-nál járunk? Ja, hát a laborra erős, mert ugye nagyon durván sebez, hogyha valaki rálép, de azt nem gondoltam, hogy ilyen durván, hogy a Guardiant így eltünteti. Ja, bátrak voltunk, igen. Szevasztok, skacok. Na, még 15 szint kell. Korai, igen, örömök, igen, Gabcsi.
Igen, egyhetes nyaralások lesznek. Egy-két Anglilában. Jól van, Farkasgő, köszi, hogy bekukkantottál, egészségedre. Szép napot és jó hétvégét. Ja, megyünk ki Adri tesójáékhoz. Valami elkezdődött, srácok. Már csak 5 szint. Haza sem akarunk majd jönni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen ott. Streamelni onnan is lehet? Az biztos. Bár... az is biztos, hogy ha Angliából streamelnék, valószínűleg nem jönnének le olyan gyorsan a játékok, mint idehaza. Megjött a bossi! És el is hullott. Ha jársz Londonba, hozhatnál pár ruhaneműt, mert a netes rendelés 2 hónap alatt nem éri. Amúgy gondolkoztam azon, bár hát el is felejtettem, hogy kéne rendelni a Uplay-es store-ból, Ubisoftos pontos kedvezményekből R6-os csibiket, és akkor most azt haza lehetne hozni. Mert hát ide-haza nem lehet rendelni a Ubisoft store-ból csibiket. Persze itthon is árulnak csibiket, de hát azt nem, arra nem lehet elhasználni a Ubisoft store-os kedvezményünket. Na hát, már meg is van a 99-es szint. A kötelező. Na így 25. percnél már jó. Azt mondom nektek, így 25. percnél már jó a játék. Két hónap fárakozás után refundoltál és több pénzt kaptál vissza, majdnem 20 000 forint. Az komoly, Gabcsi. Szervusz, Ádám. Durva, hogy erre a lángszóróra is hogy hat az area, azt nézzétek. Nagyon durva, a lángcsovákat eregetünk. Nagyon jó. 111-es szint. Még egy medúza. Ugye, látjátok, 27. percon, és szerintem még így, még mindig jól látható a stream, nem pixelesedik részesen, igaz? Amúgy, amit tegnap mondtál, hogy a Uplay forintos nem erős, ez mind szép és jó, de én emlékszem, akartam venni egy játékot ott a Uplay-en, és kiírta, hogy nem elérhető az én régiómba. Komolyan? Én itt most arra gondoltam egyébként, hogy forintos, hogy a Siege az forintos, tehát a Siege-ben a currency az biztosan forintos, a Ubisoft Store maga nem tudom, hogy hogy működik. De amúgy ja, van olyan, hogy a mi régiónban nem elérhető valami a... Szia, Saorf, köszi, hogy itt voltál. Szép napot és jó étvégét, ha már nem találkoznak. Jaj. A 28. perc, most már csak piros XP-t kapunk. Very big. Konvertálja az árakat a Ubisoft a store-ba? Igen. Nekem most ez így nincs meg, sajna. Sorry.
Szevasz, Madari! Egy croissant volt a reggelim. Ilyen sajtos virslis. Szezámmagos. Az Epic Store-nak kettő nagyon nagy előnye van. Egy, ingyen ad játékokat. Kettő, magyar valutában vannak az árak. Might, Area, Might. Halló, nem tudsz aludni? De tudok aludni. Ja, mindjárt vége, srácok. De a challenge-ünk már megvan. Na, utolsó 20 másodperc, bekapcsoljuk a damage számokat. Tessék, 200. Ja, csak egy croissant volt. Croissant. Jön a halál! Na, meglett a Clerici-vel a 99-es szint, így meglett az Arcana, illetve meglett a teljes kollekciós Sigma is. Bekapcsoltam a damage számlálót, rögtön átmentünk 144p-be. Ja. Azért is tartjuk ezt kikapcsolva. Jó. Én is reggelente futottam a Margit szigeten. Timéziát ma fogod kezdeni? Igen, X-es. Igen. Hát, mármint, hogy ma fogunk belekukkantani. Na. Meglett ugye ez az Arcana. Az az Arcana, ami hatás, ami azt csinálja, hogy az armor hatása lesz a sebzésre, illetve visszasebzésre. Bónusz sebzés hiányzó HP alapján, illetve ha az ellenséget visszasebzéssel győzzük le, akkor plusz egy max HP-t kapunk, amit azóta becseltek, és 0,5 max HP-t. Jelöl futottunk? Senki jelöl. Apummal jártunk ki. Még suli előtt. Így, azt hiszem, ilyen 7.-8. koromban. Ez a játék fizetős? Hát, mint a Google. Jó. Mehet az új karakter. Látjátok, golden egjeinek száma 0. Az van ott. Rerolljainak száma, ami itt van, az több mint 100, úgyhogy végtelen számú reroll van. Ezzel fogunk játszani. Most az ő karakterének a zenéjét használjuk. Normális sebességgel. Szia, gyegyú, szevasztok, srácok! Na, hát akkor mehet egy jó kis bonzon. Az a terv, hogy jól eltörjük a ránt, mit szóltok? Map ajánlásért? Mondjad, Ben. Mondjad. Jött ki új update? Aha. Bizony, 0.11. A bonzont akartad ajánlani, mi? A Silent Sanctuary-vel fogunk kezdeni. Már néztem az interneten buildeket, hogy mit kéne nyomni. Így van, a Silent Old Sanctuary, hogy 3 reroll skip meg benne is, bár az minket nem érdekel. A 20%-os might, a minusz 8% cooldown, minden egyes aktív weapon slot ér, ami üres, az kell. Csináltál előrejelzést? Ó, köszi, Szemánsz!
Wow, de menő! Na és akkor kezdünk a... a traktorban. Nem is tudom. Nem is tudom. Nem is tudom, melyikkel kéne kezdeni. A traktorban. Kezdjünk az attraktorban. Level 2-esek lettünk, úgyhogy tudunk újra Arcanát választani. Na, mindjárt mondom, melyik lesz. Névről nincs meg. Azt mondja, hogy... Na, ezt fogjuk nyomni. Growth, Luck, Greed és Curse duplázás bizonyos intervallumonként, illetve karakter minden második szintnél kap Growth-ot, Luck-ot, Greed-et és Curse-t. Ez jó lesz. 116-re rollnál, mert mindegy, mivel szeretnél kezdeni. Mondjuk igaz. Igaz. Jogos, jogos. Jó. Hármas szinten is kapunk Arcanát, ez pedig a Disc of Gold lesz. Nem tudom, melyik az. Az lesz ott jobb oldalt, a 15-ös? Az. Ott jelzi alul a cooldownját egyébként a... ennek a Wicked Seasonnek. Na, mit akarunk innen? A box az jöhet. Na, végre tudjuk fejleszteni a fegyvert, bár a tombot is lehet ki kellett volna venni. Korona, az is járt. Most a grid van megduplázva, ahogy látom. Segíteni, de kíváncsi, hogy se, mondjátok nyugodtan. Hú, jó kis körz duplázás! Jelt a klöver. Jó XP duplázás van most. Jó, jöhet a fegyver. A box az mindenféleképpen kell, mert azzal evolvol a fegyvere a karakternek. A traktor jöhet. Jó kis körznövelés. Van de labradort is elhoznád benne, azt mondod? Oké, okay, jó. A 8-as szintet el kéne érni a fegyverrel, mert akkor kapunk egy beamet. Hát igazából innen jöhet a maszk. Igen, 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 és akkor még kell nekünk a tóm. Jó. Most a tómot kell kivenni a passzívokban. Szia Nózi, szevasztok srácok! Ha van kérdésetek a játékkal kapcsolatban, csak nyugodtan. És köszi még egyszer Szemánz az előrejelzést. Jó. Ja, kikapcsoljuk a damage számot. Victory Sword. Tehát már most ilyen százakat sebzünk egyébként. És most van...
Most vagyunk 2,5 percnél. Oké, attrakod. Na, miért sebződhetünk? Nagyon jó a regenünk. 3,5-ös a recoverünk. Na, tessék! Tom, mondjuk a lákot kéne nyomni, fejem. Lák azért kell, hogy sokszor kapjunk ilyen pénzes bigyulát. Jó, 9-esre felhúzzuk a fegyvert. Kaptunk egy boss-t. Azt megnézem gyorsan, hogy mikor kapjuk a következő árkánát. 77-es szinten. A tómot kéne kiszedni, ugye? Ott van, ott is van. Megvan minden, srácok. Jöhet a Victory Sword. A Clover. Jó mód. Mihez kell az új árkeneben? Srácok, ebben a rámban minden jól megy, akkor csináljuk a pénzt, és nem a pénz csinál minket. A karakter passzívja az, hogy fullos legyen? Az most nincs tervben. Az új árkánál. Ez így azt adom a mészt. Bence Warrior, javaslom a menetrendet, hogyha ott látsz valamit, amit szeretnél, akkor az lesz, hogyha nem látsz olyat, amit szeretnél, akkor az pedig majd lesz. Akkor kell venni, srácok, a nyilakat. Na, 8000 pénznél járunk jelenleg. Ne lepődjetek meg, hogyha a Guardian nem fog dobni tojást, mert ugye ez a karakter nem tud tojást farmolni. Dobni fog? Ja, jó. Akkor dobni fog, srácok, tojás, csak nem lehet az övé. Bad ending. Most valami nagyon van, srácok. Jön a pénz, csináljuk a pénzt, csináljuk a szinteket.
Én úgy gondolom, a srácok, hogy ez már most durva. Ami itt a képernyőn van. Tehát 10.000 gólnál járunk most. Mindjárt jön egy újabb bárka, nem? Elhagytunk egy ládát, semmi gond. Bocsánat, nem nagyon látom, mi van a képernyőn. Jönnek a koponyák rám, én szinteződök, de ölöm őket. Én jobban ölöm őket, mint ők engem. Na, most jön a Mad Groove, azaz, hogy mindent hozzánk húz. De szerintem már nincs szükség a Mad Groove-ra, úgyhogy jöhet az új Arcana, a 9-es. Nem kell mindent ide húzni. Tehát mégiscsak változtattunk közben a build-en. Ugye a... Ez az új Arcana azt csinálja, hogy az armorunk hatással lesz a visszasebzésre, meg a hiányzó HP-nk alapján többet sebzünk. Most már csak az kell, hogy megsebezzenek az ellenségek, és akkor még... megsebeznek az ellenségek, és akkor kapunk max HP-t. Igen, igen, új patch jött, Connor. És most éppen az új karakterrel vagyunk. És éppen csináljuk a pénzt. Jó fele megyünk? Jó fele megyünk. Jaj, jaj. Ja, izé, már ott tartunk, hogy következő. Hanyas szintet is mondtak? 108-at. Az utolsó pedig a slash lesz. Így van. Tehát kriterések, dupla critical damage. Még durvább sebzések, srácok. Plusz DPS, azt mondom? Korán reggel új tartalmak, igen, igen, Connor, rá kell menni. Találj magadnak olyan társat, ahogy így szereti a Vampire Survivors-t. Ne! Úristen, vége lesz a bónusznak. Hogy fogunk így kaszinót rabolni, vagy mi? Srácok, 70.000 pénznél járunk overall-ba. Ez nagyon beteg. De ez iszonyatosan beteg. Nyolcvanezer. Szia kis okos, szevasztok srácok. A 160-as szint. Ezek alapján a 100.000 enemy az simán meg lesz. Ne, 79.000-nél oda! Ó, oh, no. Ja, itt a Guardian. Itt a zöld halál is. De meghalt. Agyhon vágtuk a zöld halált. Na nézzük. Jó volt az előrejelzés? Lesz-e 150-es szint, illetve 5000 gold? Hát az lesz. Az lesz. 170-esek vagyunk, és 90.000 goldnál járunk. Ivol volt a fegyverünk, srácok. Jézusom! Jézusom! Na jó! Azt a rohadt!
GG mindenkinek, akik az igára tippálták. Készüljetek! Készüljetek! Very big! Very big! Very big! Ez az, pici! Ne hagyd abba! A galaxis kicsapódott! Jó, 118 000 goldnál járunk, srácok. 202-es szint. Jaj, édes Istenem, srácok. Hát én csak annyit látok a képernyőn, hogy nagyon jönnek az enemik, és nagyon jön a pénz. Meg nagyon jön a galaxis. Hát most, tehát mondtam, pénzt csinálunk. Hát nem, sejtett egyszer más, hogy ez most egy ilyen beteg rán lesz. Szerintem senki nem sejtette. Kivéve Ben. A galaxis becsapódik. Ez a játék, nem ismered? Uh-huh. Biztos nem, Ben. Ne, nem érjük el a 100 000-et! És nem értük el a 100 000-et, tényleg! Ha ezzel a játékkal játszani, biztos utána egy hétig egy irányba szaladni. Azt mondod, Bence? A galaxis irányába, igaz? Na, 200 000 goldnál járunk. Ott a Guardian. Jó, meghalt a Guardian. Hát ez nagyon pszichedelik. Hozom a gombám. Meg lesz az 1 millió gold. Srácok, indult egy újabb előrejelzés. Szerintem nem lesz 1 millió gold. Én arra fogadnék. De hát ki tudja. Szia Petalac, hogy telik a reggelünk? Jól, köszi a kérdést. Mennyi a max HP-nk? 1929. Mennyivel kezdünk egyébként? Mennyi max HP-val kezdünk? Közben összejött az, hogy több mint 100 000 enemit öljünk, tehát meg lesz úgy néz ki az utolsó achievement is. Hogyha összehozzuk ezt a ránt.
100 000-et össze kéne hozni egy aranyláz alatt. Az nagyon adná. Összejött, srácok. Pénz, pénz, pénz. Rájöttem, mi ez a kis kék dolog a streamen, az eye tracker. Bizony. De legközelebb nyugodtan kérdezhetsz is. Nem sajnáljuk az információt. Fél órás a kör, igen, igen. Take a land, jól tudod. Igen, igen, meglátogatjuk a Adri tesójáikat Londonban, egy hétre, Connor. Ja, első repülés, és mondhatni első Magyarországon kívüli kaland. Elvileg itt a Guardian valahol. Ja, látom, ott jön. Ott jött. Nem tudom, hogy hol a gyűrű. Valaki emlékszik, hogy a legutóbbi patchbe a bone mass az mit is adott? Ha megöljük? Ja, nem dob már semmit. Akkor megpróbáljuk megölni. Ha kezdesz szédülni, petpalacka, az nem jó. Igen, igen, Connor, úgyhogy nekem lesz sok újdonság. De, mint ahogy a legtöbb ember, én nem izgulok. Ja, London lesz a menet, a kis András. Adri tesójáikhoz megyünk ki. Elveg itthon alattunk. Ott van. Meghalt. A bone mass meghalt. Az történik, hogy jönnek rám az ellenségek, de én gyorsabban ölöm meg őket, mint ahogy ők próbálnának engem, és én nyertem. És jön a pénz. London baby, ne felejtsd, jobbra néz, aztán balra. Nem úgy, mint itthon. Na. Basszus, elhagytunk ládákat. Még sosem sikerült 100 000 pénzt gyűjtenem egy körben. XP-t nagyon adja, de a pénz alig gyűlik. Ja, itt a Bone Zone-on jókat lehet menni a... Igen. A Disc of Gold-dal nagyon jókat lehet menni. Meg az, hogy ennyire tudjuk ölni az enemit. És azok hozzánk az aranyat rendesen. De új karakter van. Új patch van, új karakter. Új Arcana. Legendás! Köszi, Petpalack!
fél milliónál járunk, srácok, és még hátra van 11 perc. ...417%-os körzünk van. Itt látjátok. 327%-os a grid. Ott, igen, ott látszódik. 737%-os a growth, tehát hogy nagyon sok, nagyon gyorsan tudunk fejlődni. És 357%-os a luck. A mightunk pedig 665%-on van. A Spirit Huntersbe bekerült egy új karakter, pár új pálya, meg némi új skill is. Köszi Vétes, köszi. Ja, Fenty Ministry Dawn-t is lehetne amúgy nyomni. A Galaxis is új, így van. Meg ez a villogó lézer csík is új. 100 000! Majdnem 200 000 megölt enemy-nél járunk. Itt volt egy láda. Wow. ...140 000! Szerinted nem lesz meg az 1 millió? Szerintem se, de hát ki tudja, ugye? ...158 000. Kezdődik előről. Szerintem ezt a játékot egy neurológus csinálta. Az epilepszia gyors kiszűrése érdekében. CIP, azt hitted hirtelen, hogy slot streamek mennek? Nem. Nem slot streamek mennek. Még. ...2862 HP-n van, 4,3-as recovery. A mágnesünk az mekkora? 373-as. Akkor kb. Állhatok egy helyben is, nem? Talán azért érdemes mozogni, hogy plusz pénzeket szedjek a fényforrásokból. Talán azért érdemes lenne mozogni. De megnézhetjük, mi van, hogy állunk egy helyben, akkor mennyi pénzig tudunk elmenni. Lehet, itt csak 95 000-ig mentünk el, úgyhogy érdemesebb mozogni. De mozgunk, kisokos, mozgunk. ...228 000 enemy-nél járunk. És majdnem 750 000 goldnál. Azért nem tűnik lehetetlennek az 1 millió, azt mondjátok? Ez már meg lesz simán? Még kinyitjuk a ládánkat is, mit szóltok. Más már úgyse tudunk itt csinálni. 782, úgy ez nagyon sok. Pa, 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 pa.
Á, legendás! Amikor egy legendás ládában ott van 5000 gold. Ahogy látom, már 100 000 gold fölé nem megyünk. Nyolcszázezer goldnál járunk, srácok. Ez a galaxis támadás, ez nagyon komoly. Az baj, ha én egyenemit nem látok? Nagyon gyorsak. Hát nagyon-nagyon gyorsak. 470%-os a körzünk. Lassan 900 000 gold, srácok. Vagyis lesz ez a mai nyereményjáték? Mit kell csinálni, hogy legyen esélyetek? A megfelelő pillanatban itt kell lennetek, amikor azt mondom, hogy na most, és akkor most lehet nevezni. Mármint, hogy nem most, hanem hogy akkor majd lehet nevezni, és trófeákat kell áldozni. Felkiált a jegy, szóköz jegy számát kell suttogni a eHunterbotra, ami 1 és 10 között lesz. A suttogás pedig ugye a privát üzenet itt a Twitch-en. Mindjárt mondom Kis Andrást, látom a kérdésem. Kis András azt kérdezte, hogy milyen telefonos játékokkal játszom. Hát, mostanában főleg csak a Pokémon Go-ra van időm. Basszus, elhagytunk egy ládát. Na, 930 000-nél járunk. Ezer 74. Hatszázhúszas szint. Szerintem még a 300 000 enemy is esélyes egyébként. Én azt mondom nektek. Egyre több szintet kapunk. Mindjárt mondom, Kis András, hogyha vége lesz ennek a ránnak. Ó, tényleg közben meg lett az 1 000 000 gold, tök jó. Gratulálok mindenkinek, aki az igára tippelt. Ez nagyon komoly, ez nagyon komoly.
mindjárt 1 100 000. Kíváncsi vagyok, meddig megyünk el. Egy millió 200 000 szerintetek összejön? Hát ezek alapján simán. 12%-a mondott az embereknek igent? Én sem mondtam volna igent. Utolsó másfél perc. Utolsó másfél perc. Kell találnunk most pénzes zacskót. Oké, megvan. Most már csak az a kérdés, hogy az ezres szint meg lesz-e. Tehát a 300 000 nemi az megvan. Szerintem nem lesz meg az ezres szint, és az 1 200 000 nem is lesz. Mert az 1 200 000 pénz se lesz meg. Amikor bekapcsol a galaxis, akkor nem tudunk szintet lépni. Jézusom! Amit akkor nem gyűjti az XP-t. Ezres szint! Jesus! Mindjárt jön a halál. Van... Itt vannak a statok. Megnézzük, hogy sikerült-e lefotózni. Sikerült. Game over. Eddig éltünk, sajnos. Na, srácok. Egy millió 300 000 pénzt szedtünk össze. 1300-as szintünk lett, és 335 000 nem így győztünk le. Ez egy elég komoly rán. Ez egy elég komoly rán, srácok. Na, hát most már szerintem tudjátok, hogy hogyan lehet goldot farmolni. Ezzel az új patch-el nagyon könnyen. Ezzel az új patch-el nagyon könnyen lehet. Igen, igen, tegnap este jött egy új patch, ez az új karakter, az új fegyvere, az új árkánával. És ezzel egyébként meg is van minden. Tehát, hogyha most itt azt nézzétek, 100%-os a játék megint. Kettő darab ránt játszottunk, és meg is van minden. Az állok, ja, az állokokkal kevertem, tehát az állokokból van 132, és a kollekcióból meg 124. Jó, akkor ezzel kevertem egyébként, amikor a kollekcióról beszéltünk. Itt van egyébként a
az új fegyver, az új Evolve, az új Arcanum, és az új karakter, a Sigma. Protax, ezzel farmolod a goldot, elköltött Trouserre, és azon veszed a Golden Egg-et, majd olyan 2K Golden Egg-nél eltöröd vele a gémet, konkrétan végtelen pénz. Ja. Tehát azt mondod, hogy farmoljuk a Goldot, Trouserrel meg kivesszük a Candy Box-ával ezt a fegyvert, a Victory Swordot, és hogyha van 2000 Goldja, majd 2000 Golden Egg-je a Trousernek, ugye Trouser tud választani kezdő fegyvert, akkor pedig még durvábban el lehet törni a játékot. Aha, ja. Hát a Sigma gyakorlatilag a gold farmolós karakter, mint látjátok. A gold farmolások pedig azért jók, mert golden egget tudtok venni. Ez durva. Ez durva, srácok. Ez tetszett. Én nagyon béna voltam a gold farmolásba, szóval én ilyen 50 kötőjel 100 ezerre tudtam eddig összehozni, ezelőtt a patch előtt, én nem voltam ebben ügyes, nem találtam rá jó módszert, meg nem is tudtam az interneten se találni semmit rá, itt a Sigmával meg így, ja, kapják. Igen, ez egy karácsonyfa. És alapból nem tud mozogni. De mivel nekem ki van rakva a power up-oknál egy kis speed, ezért egy kicsit mozgunk. Igen. Úgyhogy, srácok. Meg vagyunk a Vampire Survivors-zel, szóval ennyi lett volna ez a kis betekintés az új patch tartalmába. Én élveztem. Ez a Sigma, ez nagyon jó volt. Itt a játék végénél már így, hogy megvan mindenetek, az endgame-ben már ilyen fan run-ok kellenek, mert egyébként könnyen uncsi lesz a játék. Ugye a Clarice-vel egy alapránt nyomtunk. Clarice-vel én nem nagyon játszottam, ez egy nulla golden egg-es sám volt az első run-unk. A második szintén egy nulla golden egg-es sám volt, viszont az már a Sigma valami egy ami egy ilyen titkos karakter, kvázi. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a kis betekintés, legközelebb, ha jön új kontent hozzá, ismét nyomni fogjuk, tehát, hogy ezek ilyen pénteki mókák, sütöltek este jön a frissítésé, meg pénteken csapatom már is.